Az erdők már hosszú ideje érzik, de az emberek többsége leginkább csak hírből tudja, hogy az éghajlatunk változása felgyorsult. Mivel nem képesek helyet változtatni, az erdők állapotán mutatkoznak meg a legszembetűnőbben a klímaváltozás viszontagságai. Az időjárási szélsőségek, például a téli egesedés, a forró száraz nyarak vagy a forgó szélszerű viharok gyakori előfordulása is rengeteg kárt okoz. A legyengült és érzékeny fákat egyre könnyebben támadják meg a kórokozók. Várhatóan a következő évtizedekben jelentősen változik az erdők képe. Más fafajok fognak előtérbe kerülni, így a bükköseink, tölgyeseink aránya csökkenhet, a megváltozott viszonyokat jobban elviselő fafajok térfoglalása viszont jelentősen emelkedhet. A magyar erdészeket nagy kihívások elé állítják a megváltozott körülmények. Ha egyes fafajok, faállományok, erdőtípusok eltűnnek, vele együtt élőhelyek szűnnek meg a benne élő állat és növényvilággal együtt. Az erdész szakmának fel kell készülnie az új helyzetre. Figyelni kell a természet jelzéseire, a fiatal csemeték összetételére, és a meglévő erdeinket úgy kell kezelni, hogy megújuló és önfenntartó képessége mellett azok immunrendszere is működőképes maradjon.